Szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Jázmin, remélem jól vagytok. El szeretném mondani a közleményeket. Aki szeretne e-mail jóslást, átoklevételt, rontáslevételt, oldásgyógyítást, aki úgy érzi, hogy megátkozták, megrontották, le kell venni, mert rosszat okoz az életedben. Vannak karkötők, amit hogyha megrendelsz, segít a rontásban, hogy ne tegyék rátok, segít bármilyen betegségekben, bármilyen problémákban, fizikailag, mentálisan, nem ezek a karkötők, csak hasonlóak, ezek segítik az életedet. Aki szeretne rendelni, rendelhet, úgyhogy bármiféle gyógyítás most féláras lesz, úgyhogy köszönöm szépen, nézzük meg, hogy mit akarnak üzenni fentről. Tehát, drágáim, nézzük meg, hogy mit akar nektek ma üzenni fentről az univerzum. Érmék ásza, kardok ásza, erő, remete, királynő, botok. Úgy érzem, hogy szeretne veled több dolgokat ez a férfi vagy ez a nő, férfiről fogok beszélni, mert az a könnyebb, szeretne többször látni téged, megismerni, hogyha új a kapcsolat, vagy hogyha nem új, többször veled lenni, és szeretne igazából közelebb kerülni hozzád. Egyfolytában rád gondol ez a férfi, és úgy érzem, hogy érzi az energiádat, érzi, amikor rá gondolsz, amikor szomorú vagy, érzi az erejében, a vérében, hogy telepatikusan beszélsz hozzá, ő is beszél hozzá, te is ezt érzed. Úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sokat gondol rád a kardok ászában, az érmék ászában és az erőben, akar beszélni veled, és úgy alszik el, hogy közben beszélget veled, nagyon vágyakozik utánad, és úgy érzem, hogy te is érzed, hogyha szomorú, és ez a szomorúság, gyerekek, azért van, mert úgy érzem, hogy vágyakozik veled lenni, találkozni, és a vágyai megölik bentről. Félelmei vannak, hogy mi lesz, ha nem sikerül ezt a vágyakozást megérni, megélni veled. El van akadva a saját életében, egyik lábáról a másikra ér. Úgy érzem, ahol van, veszekedés van, nem jól van az élete. Félelmei vannak, hogy mi lesz, hogyha ez a kapcsolat valamiért nem tud kiteljesedni. Úgy érzem, hogy bárhol van, vágyakozik utánad, mindegy, hogy hány kilométerre van, akkor is akar téged, gondol rád, és annyit gondol rád, hogy már abban reménykedik, hogy az univerzum megunja, hogy annyit gondol rád, és elhozza nektek ezt a szerelmet. Úgy érzem, hogy azt is tudnod kell, hogy nagyon szeret téged, ott akar lenni az életedben, amennyire megteheti, bármennyi is az, ha kicsit, ha nagyot, de ő veled szeretne lenni annyit, amennyit tőle telhető. Úgy érzem, hogy a kilences kelyhek azt jelenti, hogy magán dolgozik, a kapcsolaton dolgozik, és spirituálisan szeretne még többet kihozni ebből a kapcsolatból. Azt érzi, hogy nagyon okos vagy, úgy gondolja, hogy nagyon spirituális vagy, és hogy minden dolgot sikerül neked megélni az életedben, vagy jóvá tenni dolgokat, vagyis elérni az életedben azokat a dolgokat, amit szeretnél. Úgy érzi, hogy fizikailag, lelkileg, mentálisan szereti ezt az utat, amit veled megél. Szeretné fogni a kezedet és bejárni még jobban ezt az utat, amelyiken vagytok jelenleg. Szeretne veled kézen fogva megélni azt az utazást, amiben jelenleg vagytok. Nagyon sokat gondol rád, ezt nem győzöm hangsúlyozni, lehet, hogy ma is, pont tegnap is, tehát mostanában egész hétvégétől idáig nagyon sokat gondol rád, és hogyha tehetné, akkor ki akarja zárni a külvilágot, és csak magában akar roskadni, és te rád gondol, nem akarja az embereket maga körül, nem akarja a munkáját, nem akarja az idegesítő, ellenszenves embereket, mégpedig azért, mert ki akarja zárni a külvilágot, hogy veled lehessen egyfolytában, vagy rád gondoljon. A lelkedre koncentrál, és arra koncentrál, hogy hogyan törődjön magával, a lelkével, és úgy érzem, nagyon sokat fejlődik spirituálisan, egyre jobban fölfelé halad, és egyre jobban kinyílik a harmadik szemcsakrája,
és meg fogja látni azokat a dolgokat, amit meg kell lásson ebben a kapcsolatban. Úgy érzem, most már jobban figyel a megérzéseire, tudja, hogy mikor mi van a szívében, mit kell tenni. Jelenleg ez a férfi változásokon megy keresztül, ezért szívfájdalma van, hisz a változás nem mindig egyszerű. Félelmei vannak, a hold jelzi, 9-es botok, elbúj a fal mögött, magas falakat húz, de a halál jelzi, hogy igen-igen változás fog lenni, és ez nem mindig könnyű. Ászok, botok, 4-es érmék nem akar téged elengedni, keresi a kapcsolatban is magában az egyensúlyt. Úgy érzem, hogy nagyon sokat van magában és magával, változik az élete, mikor rád gondol, boldogságot érez, és úgy érzem, hogy szívfájdalma van, hisz ott van a szívfájdalom kártya, és tudjátok miért van, drágáim? Azért van, mert nagyon-nagyon szeret téged, és nagyon-nagyon hiányzol neki, nem látjátok a kártyákat, pillanat. Úgy érzem, hogy karma van az életében, és lehet, hogy nálad is, de ő nála mindenképpen, és úgy érzem, hátba támadták az emberek, hisz itt van a 2-es érmék, itt van a 5-ös kardok, tehát megtámadták, és vagy téged támadtak meg, lehet neked nem jó az életed, lehet a családod, vagy valaki hátba szúr, nagyon sajnál téged, mindenki úgy értelmezze ezt, ahogy mondom, mint ahogy van nálatok, vagy őt támadták, vagy téged, ő sajnál téged, hogyha szívfájdalmat okoztak, megbántottak emberek, a szívét akarja neked adni, akar szeretni téged, akarja, hogy boldog legyél, akarja, hogy normálisan törődjön veled, segítse az életedet, spirituálisan, mentálisan, fizikailag, akarja, hogy boldog legyél, boldoggá akar tenni téged, és vissza akar jönni az energiádba, hogyha még külön vagytok, akkor is legalább az energiádban ott akar lenni, és veled akar jóban, rosszban lenni. Úgy érzi, hogy el vagy akadva, vagy te érzed őt, hogy el van akadva. Úgy érzem, hogy jelenleg ő is, te is mentálisan börtönbe vagytok, ki akarja szakítani magát ebből a mentális börtönből, és azt akarja neked mondani, ha te érzed magad úgy, amiket mondtam, hogy ne aggódj, minden rendben van, a nehézségeid el fognak múlani, azt akarja tudatni veled, akarja tudatni veled, hogy biztonságban vagy, hogy jönni fog a hajó, hogy lesz még jó dolog az életetekben, hogy a nehézségeken túl leszel, hisz te is változáson még mész keresztül, és azon gondolkodik, csajok, hogy hogyan jöjjön közelebb, és hogyan lesz ez a változás, ott akar lenni a kapcsolatban, itt a hármas dimenzióban, és azt akarja, hogy kimenjenek az életedből a nehézségek, a rossz dolgok, és szeretné az egész életét a tenyeredbe tenni, a szívedbe tenni. Úgy érzem, hogy ott akar lenni akkor is, hogyha neked nehézségeid vannak. Ha turbulencia van az életedben, ha el vagy akadva, akkor ő szeretné fogni a kezedet, és segíteni akar neked megoldani a nehézségeket, ha pedig ő van nehézségben, akkor te szeretnéd ezt. Úgy érzem, hogy mind a ketten most torony időszakon mentek keresztül, el vagytok akadva, de ez csak átmeneti, hogy most torony időszak van. Úgy érzem, hogy a rossz dolgok eltűnnek, hamarosan új dolgok fognak jönni az életedben. Mind a kettőtök életében úgy érzem, hogy hatalmas változás fog jönni, fordítva van a napkártya, de még akkor is jót jelent, hogy hamarosan ki fog sütni a nap. Úgy érzem, hogy az univerzum tesz ezért a kapcsolatért, tesz azért, hogy együtt legyetek, és hogy a kötellék semmiképp ne tudjon szétszakadni. Bármilyen időszak van az életetekben, toronyidőszak, turbulencia, esik az eső, akkor is tudjátok meg, hogy a napkártya azt jelenti, hogy a magas falak le fognak omlani, és hogy minden jó lesz, álmodozik rólad addig is, amíg nem vagy vele. Lehet, hogy maszkot hordott, és nem nézett szembe önmagával, hogy mit is szeretne valójában, és bennmaradt olyan helyzetekben, ami nem sok jót hozott neki, de nem akar már ott lenni, ki akar jönni belőle, mert mióta megismert téged, másképp látja a kapcsolatot, és ezért nem szeretne már olyan helyzetben maradni, ami nem jó neki. Keresi az egyensúlyt, egymásnak a tükrei vagytok, úgyhogy nagyon nagy kihívás neki ez a kapcsolat, és
úgy érzi, hogy te sokat segítettél neki abban, hogy összeszedje az erejét, és meglátja, hogy az életében mi nem jó. Mit akar még nekünk mondani a kártya? Az, hogy összeszedje az erejét, és elindul feléd. Az, hogy meg akar téged védeni, hogy hűséges a szíve, hogy el akarja ültetni a cserépbe a virágot, hogy így kikeljen, hogy veled szeretne lenni, jóban, rosszban, egy párotoknál házasságot szeretne, eljegyzést szeretne, és ott akar lenni az életedben. Tudja, hogy voltak az életedben rókák, hamis emberek, meg akar védeni tőle, a hamis emberektől. Nagyon szeret téged, szeretne veled a tízes kelyhekben boldogságot, szerelmet, szeretetet, és úgy érzi, hogy meg is akarja neked ezt adni. Most is azon gondolkodik a színfalak mögött, hogy hogyan legyen közös életetek. Várja azt az időt, amikor úgy érzi, hogy itt van az isteni időszak. Igen, van karma az életében, igen, vannak problémák, igen, van, mikor szomorú vagy, te is az vagy, de úgy érzem, hogy ez nem fog sokáig tartani. Igen, maszkot hordott, néha lehet elfutott, néha lehet elbújik, de ez csak azért van, mert voltak neki problémája a múltban, vagy ott, ahol van, nem jó az élete, hátba szúrják, ugyanakkor jönni fog feléd, és el fogja neked mondani, hogy bárhogy is van, szeret téged, reméli, hogy te is szereted, ő is akar jóslást, vagy valaki, aki segít neki megmondani, hogy te mit érzel iránta, hisz egymásnak a tükrei vagytok. Mit akar még nekünk mondani ez a férfi? Egy pillanat. Rosszul döntöttem, lehet valamivel megbántott téged, most magát okolja. Hamarosan fog hívni, telefonálni, lehet, hogy rosszat tett, ezért te mást választottál. Nem akarja, hogy azt a másik férfit válasz, azt akarja, hogy megbocsássál neki. Fél attól, vagy félt attól, hogy kimutassa az érzéseit, hát ha újra megbántódik te általad is. És úgy érzem, hogy nem kell sokat várni, jönni fog, de addig is érzed az eredben, hogy ott van veled, hogy szeret téged, és le akarja törölni a könnycseppet a szemedről, hisz nem akarja, hogy boldogtalan legyél, és lehet, hogy most csöndben van, de ugyanakkor vágyakozik utánad, és nem kell sok idő, hogy újra kinyissa a száját, és beszéljen hozzád. Igen, imádkozik a jó Istenhez, meditál, hogy újra minden jó legyen, és fényt hozzon az életetekbe, és úgy érzem, hogy ez meg is fog történni. Mint mondtam, a harmadik szeme kinyílik, és jobban fogja látni a dolgokat, mint idáig. Remélem tetszett a videóm, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, lájkoljátok, osszátok, sziasztok!